Rengeteg mindenre kell. Sokszor egyszerre odafigyelni, mikor az ember a Dead by Daylight-ban kószál túlélőként. Csinálni kéne a generátort, de közben a társad kampón, egy másikat pedig mindjárt elkap a gyilkos és neki annyi. Na és akkor arról még nem is beszéltem, hogy milyen mindezekre kezdőként odafigyelni. Szervusztok, üdvözlök mindenkit! Ha érdekelne néhány tanács, amivel nagyban meg tudod könnyíteni a dolgod eleinte a játékban, akkor tarts velem! Ugyanis 10 ilyen tippet hoztam el a Goosebump mai videójában. Lehet, hogy néhányan már te is találkoztál, és igazából idővel az összesre rájön magától is az ember. Viszont azért gondoltam hasznosnak ennek a videónak az elkészítését, ugyanis én több mint hálás lettem volna egy ilyen videóért, mikor elkezdtem játszani a játékkal. A tippek nem fontossági sorrendben vannak, ugyanis mindegyik egyformán jó hatással tud lenni a meccs végi eredményedre. De mindenféle további időhúzás nélkül kezdjünk is bele. Elkezdődik a meccs. Mi az első dolgod? Nem a bujkálás. Viszont ha a generátorkeresést mondtad, akkor az már egy fokkal jobb. Viszont ami meg tudja határozni akár az egész meccset, az az első perc. Lényeg, hogy bármit is csinálsz, folyton pásztázd a terepet, hogy merről jöhet a gyilkos és egyáltalán ki az. Ugyanis ha felkészülten várod az érkeztét és egyszer csak észreveszed a közeledő spiritet, akkor már engedheted is el a gent és próbálhatsz meg előle elbújni. Szerintem mondanom se kell, hogy a tájékozódási részt elvéve a képletből csak egy könnyen megszerezhető ütést adsz a gyilkosnak, és nagy valószínűséggel igencsak hamar meg is kapod az első akasztásod. De ha még mindig nem győztelek volna meg, hogy miért érdemes minden másodpercben tájékozódni az egész meccs alatt. Ha valóban új vagy, akkor ezzel tudod memorizálni a különböző tereptárgyak, falak, ablakok és raklapok elhelyezkedését, amiket így már sokkal bátrabban tudsz használni üldözések közben. Már mindent tudsz, hogy merre helyezkedik el, csak használnod kell őket az életben maradáshoz. Tételezzük fel, hogy megtalált a gyilkos. Nekiállsz vele kergetőzni. És tudom, hogy ez egy nagyobb falat téma, viszont ne egyik raklapról szaladja másikra és várd be ott a gyilkost, hanem a tájékozódásodnak köszönhetően kreatívan találd fel magad. Ha úgy érzed, nyugodtan kezd el lúpolni egy nagyobb tereptárgy körül. De az is lehet, hogy a közelben van egy ablak, amit még könnyűszerrel el tudsz érni. A lényeg az, hogy ne pazarold feleslegesen a paletteket. Hidd el, a játék vége felé fogod magad szídni, vagy a csapattársaid, hogy ugyan miért nem gondolkodtatok előre. És igen, eleinte én is emlékszem, hogy annyira féltem a gyilkosoktól, mintha a való életben próbálnának az életemre törni. De ha be tudod iktatni ezt a gondolkodásmódot a raklapok mellett való várakozás helyett, akkor nem csak okosan tartogatod őket fontosabb alkalmakra, de még akár a gyilkos is néz egy nagyot, mert erre nem számított. Leütött a gyilkos. Majd feldob téged a kampóra. Kérlek. Nagyon szépen kérlek, ne próbálj meg leugrani. Nem tudom, hogy tisztában vagy-e vele, csak mert én sokáig nem voltam, hogy mindössze 4% esély van arra, hogy lejössz a kampóról. Oké, hogy 3 próbálkozásod van maximum, viszont ezzel nem is könnyű ütést, hanem egy teljesen ingyenes újabb akasztást adsz a gyilkosnak, mivel átmész a következő fázisba. Valóban nem a legizgalmasabb része egy meccsnek túlélőként a kampón lenni, de inkább várd meg, míg egy csapattársad érted jön, és leszed 100% eséllyel a kampóról. De mi a helyzet akkor, ha azt látod, hogy a gyilkos ott kering körülötted? Nos.
Ha másokkal játszol együtt, akkor mindenképp szólj társaidnak, hogy ez a drága gyilkos már pedig Campbell. Innentől pedig igazából lényegtelen, hogy egyedül vagy másokkal játszol, a lényeg az, hogy húzd az idejét. Egy ügyes csapat akár 3 generátort is meg tud szerelni, annyi idő alatt, amennyit egyben eltöltesz a kompón. Az első fázisban nem csinál semmit, mert ugyan nem próbálunk meg leugrani, a második fázisnál pedig minden egyes skill check eltalálására törekszel. Elhiszem, hogy nem egy kellemes és idegszálakat cirógató érzés, viszont így tudsz a legtöbbet segíteni a csapatodnak. És akkor még egy kicsit maradjunk a kampónál. Ez a tippem főleg azoknak szól, akik egyedül játszanak. A 4 perkhely közül az egyiket mindig a kindred foglalja el. Véleményem szerint ez a legprímább aura olvasó perk a játékban, és ráadásul egyből beszerezhető mindenki számára. Mikor valaki kampon van, minden túlélő auráját folyton mutatja neked a játék, és ha az akasztott közelében van a gyilkos, még azt is láthatod. Így aztán a kindreddel meg tudod magad kímélni attól, hogy belerohanj egy kempelő gyilkosba, ahogy éppen mennél a csapattársadért. És egyébként arról még nem is beszéltem, hogy mikor te vagy kampón, akkor minden túlélő látja a többiek auráját, és a gyilkosét is, ha a közeledben van. Megint csak. Nem fognak feleslegesen oda menni hozzád, ha nálad van a gyilkos, illetve meg tudják nézni, hogy melyikőjük van hozzád a legközelebb, így sokkal kevesebb annak az esélye, hogy a kampón maradsz, mert mindenki úgy van vele, ó, biztos megy majd érte más. A következő tippem ismét csak egy gondolkodásmód, végül is bevésése. Eleinte nagyon hívogató, hogy minden egyes alkalommal, amikor meghalljuk a szívdobogást, elinduljunk googolva, ez fontos, a legközelebbi bokor felé. Ehelyett érdemesebb arra törekedni, hogy igenis merj beleállni a csészekbe. Lehet, hogy hamar véget fog érni? Benne van a pakliban. Fogsz belőle tanulni? Ha nem ész nélkül csinálod, akkor igen. De van is egy ötletem. Nem kell a store-ból skineket venni, csak próbáld meg a lehető legrikítóbb hacukát ráadni a túlélőre és úgy menni egy kört. Igen, egy valóságos fényvisszaverő bója leszel nagy eséllyel, viszont ezzel is ösztönzöd magad arra, hogy kicsit nagyobb bátorsággal tudj beleállni az üldözésekbe. Meg valljuk be. Azért jól néznek ki ezek a szinte világító göncök. A gyilkossal való üldözés közben van egy aranyszabály, amit ha betartasz, sokkal egyszerűbb dolgod lesz, és megint csak sokkal jobban fogsz tájékozódni. Nézz a hátad mögé! Sokszor látom azt feltehetően kezdőbb túlélőknél, hogy csak futnak előre jobbra-balra, éppen ahova terveznek menni. Viszont a gyilkos nem fogja lekövetni azt, ahogy te megkerülsz egy nagy kerítésblokádot és visszafordulsz, hanem le fogja vágni az utat és pillanatokon belül utol fog érni. Viszont ha néha magad mögé pillantasz, akkor megnézheted, milyen messzire van a gyilkos, és ennek fejében tudsz dönteni arról, hogy mi lenne a legjobb döntés a kergetőzés idejének kitolására. Van, hogy nekem sem mennek a loopok és a mindgame-ek se jönnek össze mindig. De ha magad mögé nézel, tényleg nagyban megnöveled az esélyed az életben maradásra. Ez több, mint valószínű, hogy sokaknak nem lesz hasznos. Viszont abban is biztos vagyok, hogy sokaknak igen. Ne félj zseblámpát használni. Emlékszem, eleinte teljesen megvoltam rémülve a flashlight használatától. Úristen, milyen nehéz lehet vele célozni, meg hát amúgy is én konzolról játszok, szóval egyébként is hátrányból indulok. Aztán pedig ott találtam magam, hogy volt már 500 órám a játékban, és még egyszer nem volt flashlight a kezemben. Pedig véleményem szerint a legszórakoztatóbb táj túlélői oldalról. Embereket tudsz lementeni a gyilkos válláról, és chase közben is hasznos lehet, hogy el tudj tűnni a gyilkos elől. Tudom, nehéz lesz elhinni, de a mai napig sűrűn vakítok én is félre. És semmi nem történik olyankor. Nevetek egyet magamon, ha más nem kínomban, és megy tovább a meccs. Ez az a tipp, amire eszméletlen sok idő kellett, mire magamtól rájöttem. Szóval tegyük fel, hogy te vagy az utolsó életben maradt túlélő, és a gyilkosnak előbb volt szerencséje megtalálni a hatchet. Ilyenkor ugye marad a kapunyitás.
A killer a két kapu között fog ingázni, hogy vajon melyiket kezded elnyitni. Ami rengetegszer garantált nekem is kijutást, az, hogy mikor először lépek oda nyitni a kaput, mert ugye láttam, hogy elment a gyilkos, akkor csak az Open Escape Gate felirat Open Esk részéig hagyom menni a csíkot. Ezután valahova elbújok a közelben. Ezt azért csinálom, mert ilyenkor még nem gyulladt ki a kar felett látható piros fény, és ha sikerül időben elbújnom, akkor a gyilkos azt hiheti, hogy még nem kezdtem elnyitni a kaput. Így már annyival kevesebbet kell munkálkodnom a nyitáson, és mire odaér ismét a gyilkos, már szabad utam van kifelé a meccsből. És elnézést. Nem igazán sikerült a technikát demonstráló felvételt készítenem. Az utolsó tanácsom pedig tényleg nagyon klisé, és az életben bárhol lehet vele találkozni, de élvezd. Ha úgy érzed, hogy most fanolni szeretnél a barátokkal, tedd azt. Ha perkeket szeretnél próbálgatni, hajrá! Semmi nem tart vissza attól, hogy úgy játszd a játékot, ahogy te szeretnéd. Lehet, hogy egy teljesen meta szerint játszó gyilkos ellen nem lesz sok esélyed egy main build-el, de ha jól érezted magad a kör alatt, akkor már megérte az egész. Én is sokszor feledkezek meg, vagy épp hagyok figyelmen kívül pontokat a videóban felsoroltak közül. De hát szerencsémre nem is a profizmusom miatt néztek, úgyhogy nekem sincs min aggódni. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Remélem segítségetekre tudtam lenni ezzel a néhány gondolattal, és tudtam adni egy kis löketet a kezdéshez. Te milyen tippet adnál kezdő önmagadnak? Hozd meg velünk is a hozzászólások között. Ha pedig tetszett a videó és szívesen látnál még ehhez hasonló tartalmakat akár a jövőben is, akkor pedig nyomd meg a lájkot, és iratkozz fel a Goosebump YouTube csatornára. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!